Január 15-én ünnepeljük Remete Szent Pálnak az ünnepét. Pál egyiptomi fiatalember volt, Tébában élt a 3.-4. században. Az üldözések idején, a keresztény üldözés idején menekült el a sivatagba, ahol egy barlangot talált, forrásvizet, datolyapálmát, és itt telepedett le ezen a magányos helyen. Azt nem merte vállalni, hogy a hitéért kiáll és a vértanúságot elszenvedi, viszont azonban mindenképpen ragaszkodott a hitéhez és az Istennel való kapcsolatához, ezért választotta ezt a megoldást. Későbbiekben annyira megszerette ezt a helyet és ezt az életformát, hogy itt maradt és egész életét ebben a remetességben élte le. Őt tekintik a sivatagi remete élet, az egyiptomi remete élet kezdetének, első nagy alakjának. Szent Pál legendáját Szent Jeromos írta meg, ebből ismerhetjük meg Szent Pálnak az életét. Magyarországon 1250-ben született meg a pálos szerzetesrend, az itt élő, Magyarországon élő remeték Szent Pált választották védőszentjüknek. Később Nagy Lajos király a nápolyi hadjárata során Velencéből elhozta Remete Szent Pál erekéjét, földi maradványait, és ezt Budaszentlőrincen helyezték el, és ezzel egyben Remete Szent Pál Magyarország védőszentje is lett. Jó tudnunk arról tehát, hogy Remete Szent Pál Magyarország társvédőszentje. Remete Szent Pál a csend és a magány embere, legalábbis így szoktuk tartani, így gondoljuk, hiszen 90 évet élt a sivatagban. Ebből a szempontból elég életidegennek tűnik a mai kor embere számára. Mit kezdjünk egy olyan szenttel, aki kint él, magányban él, egyedül él, vezekel, valahogy ez olyan idegen számunkra. Most, hogyha arra gondolunk, keressük, hogy mi is Remete Szent Pál üzenete a mai kor emberének. Első ránézésre talán nehéz megtalálni, hiszen mi nem szeretjük a csendet, nem szeretjük a magányt. Azonban körülvesszük magunkat sok mindennel, sok tárgyal, dologgal, kütyükkel, az emberi kapcsolatok tömegével. És azt gondolom, hogy Remete Szent Pál üzenete a számunkra az, hogy van egy még mélyebb kapcsolat, egy még bensőségesebb kapcsolat, az összes emberi kapcsolatunknál több és mélyebb és bensőbb, és ez az Istennel való kapcsolat. És hogy ez mindannyiunk számára egyrészt adva van, másrészt mindannyiunk számára ez szükséges. Igazából ezért jöttünk a világra, ezért vagyunk megteremtve. Azzal a hasonlattal tudnám ezt megvilágítani, hogy képzeljünk el egy szelet tortát, és a torta tetején ott van a hab. Na most a hab a tortán, azok az emberi kapcsolataink, esetleg a minket körülvevő tárgyak, dolgok, anyagi javak, amiket annyira szeretünk, a kütyük. És sokszor erre fókuszálunk, hogy mi az, ami a hab a tortán. És elfelejtjük azt, hogy ez a hab a tortán, ez csak azért van ott, mert alatta ott van a torta. Ott van a tömör tartalom, ott van a lényeg. Ha kirántjuk a hab alól a tortát, akkor a hab leesik a földre és szétfolyik. Hogy valójában az emberi kapcsolatainkkal, vagy a minket körülvevő dolgok örömeivel, gazdagságával nincs baj, ha alatta van a torta. Ha ott van bennünk az Istennel való mély, személyes és meghitt kapcsolat. És Szent Pál ezt éli elénk, hogy ez önmagában elég tartalom. Ez önmagában elegendő, és be tudja tölteni az ember bensőjét. Szent Pál, amikor kimegy a sivatagba, és megkezdi a remete életét, akkor megtalálja ezt a legalapvetőbb kapcsolatot, ami tulajdonképpen ezt az egzisztenciális biztonságot adja az ember számára, hogy szeretve vagyok, és hogy ebben a szeretet kapcsolatban én akkor is meg fogok maradni, amikor már minden eltűnik körülöttem, amikor meghalok. Még akkor is ebben a szeretett kapcsolatban vagyok örökre. És ezt az alapvető egzisztenciális biztonságot hiányolja annyi ember, ezért kapkodunk annyi minden után. És ő ott megtalálja, és megnyugszik, és békét talál, és köszöni szépen, teljesen jól van. És amikor egészen megtalálja, hazatalál, a helyére talál,
akkor kitágul a szíve, és azt mondja, hogy én is szeretni akarok. Egyrészt téged, Istenem, másrészt az egész világot. Akkorára tágul a szíve az embernek ilyenkor, hogy ebben már belefér az egész világ is. Tulajdonképpen ez Szent Pál élete. És ez az, amit tőle tanulhatunk. Megtalálni az alapvető biztonságunkat, azt, hogy szeretve vagyok öröktől és örökké szeretve leszek, és hogy erre én válaszolni vagyok képes, képes vagyok Istennek válaszolni, ezt a kapcsolatot nem fogom elveszíteni, bármi történjen, nem fog elveszni ez a kapcsolatom, és képes vagyok másokat is ebbe a szeretetbe belevonni, az egész világot is akár.